Sziasztok! A héten tartotta a CW az első igazi DC crossover hetjét, amire szerintem mindannyian izgatottan és tükrölve vártunk már nagyon-nagyon régóta, és úgy tűnik, hogy imáink meghallgattattak, ugyanis a CW végre valahára bemutatta az első olyan crossover eseményt, amit TV történelmet írt, hiszen nem kevesebb, mint 4 sorozat hősei találkoztak 4 egymás követő estén. Ezen a kis csatornán ráadásul mindegyik sorozat túlszárnyalta az idei átlag nézettségét, úgyhogy azt hiszem, készüljünk, fanok, több is lesz még ott, ahonnan ez jött. DC TV Crossover hét. A hetet hétfőn nyitotta a Supergirl, ami nem tudom mennyire nevezhető igazából részének a crossovernek, hiszen az utolsó egy perc az semmilyen világban sem crossover. Cameo talán? De amiért a Supergirlnek az e-heti epizódja szerintem igazán fontos volt, az az, hogy talán az első év a 19. részét követően, ami a Barry Allennel való első közös kalandját mesélte el, azóta talán ez volt a legjobb epizód, ahol tényleg minden működött, hiszen Helen Slater isteni volt, mint az anya, funkcionált, mind anyaszerepben, mind pedig tudósként, tehát végre úgy használtak egy figurát, hogy annak haszna is volt, aztán nagyon jó dolgokat hoztak ki az Alexis románcból. Én pedig kezdek eljutni arra pontra, amikor már nem utálom annyira a gondolatát annak, hogy Kara összejöjjön ezzel a bizonyos csávóval, mert vannak olyan nüansznyi momentumai, amelyek biztatóak. Még akkor is, hogyha ezzel nem feltétlenül mindenki ért egyet. Szóval ez az epizód minden téren működött, ráadásul hatásában szerintem nem kevésbé volt fontos, mint maga a crossover, hiszen Supergirl az eddigi legnagyobb veszedelmekkel nézett farkas szemet társai oldalán, és azt hiszem szívmelengető eredményeket kaptunk, ráadásul még a Luthor néni kapcsolata is igazán pampásra sikeredett. Aztán jött a Flash, elkezdődött végre az igazi crossover, amikor bemutatták azt, hogy mivel is állunk szemben, megismertük ezt a bizonyos űrlényfajt, akik egyébként mocskosul néztek ki ahhoz képest, hogy CW kisköltségvetés és speciális effektekkel hozták őket létre. Szerintem én még életemben nem lelkesedtem ennyire effektekért semmilyen produkcióban, mint amennyire itt ennek a 4 részes crossovernek minden egyes epizódjával teljes mértékben elégedett voltam, ugyanis ahogy ezeket az UFO-kat ábrázolták, számomra ez az epizód két okból kifolyólag volt igazán meghatározó. Az egyik mindenféleképpen az, hogy Barry Allen összetoborozta a csapatot, és láthattuk azt, hogy mennyire vibrál a képernyő, amikor ő és Supergirl együtt vannak rajta, hogy mennyire bíznak társai benne, és imádom még azt is, amikor Oliverrel egyensúlyozzák egymást, hiszen kettőjük barátsága kétségtelenül a DC TV univerzumának a legjobb, legizzamatosabb falatkája. Nagyon-nagyon jó volt az, ahogy ők ketten egyensúlyozzák egymást, hiszen a zöldi ezvilága egy kicsit sötétebb tónusú, mégsem kevésbé érdekes és izgalmas történet, míg a Flash az sokkal inkább könnyedebb, olyan történet, amit szívvel írnak, akcióorgia helyett. És ezzel az Oli Flash kapcsolattal szemben ott van nekünk Supergirl és Flashnek a kapcsolata, ami nagyon-nagyon hasonló, ami nagyon sokszínű, és ami nagyon-nagyon izgalmas, hogyha kettőt összeteszik. És látni, hogy ez a két kapcsolatrendszer megfér egymásra, szerintem egyszerűen fantasztikus volt. A Zöldiásznak ez volt a 100. epizódja, ami nem kevésbé volt izgalmas. Szerintem én ebben az álomszegmensben megkaptam azt, amit a sorozat eleje óta vágytam, amiért epekedtem, amiért bíztam abban, hogy a Zöldiász újra olyan lehet, mint az első két évadában, amikor tényleg nagyon jó volt, hiszen én tavaly passzoltam a 4. évadot, még nem jutottam odáig, hogy bepótoljam, terve van véve, ami később nem múlik, pedig egy nagyon-nagyon jó szezonunk volt, legalábbis milyen főjelenséget illet, illetve azokat a részeket, amiket láttam belőle, azok alapján mindenféleképpen nagyon ott van a szeren. És ez szemben jön az 5. évad, ami szintén nagyon biztató volt, nagyon ígéretes, de szerintem minden történetszál, amit valaha az Arrowban felvázoltak, illetve elinktártak, az elmarad attól, amit ebben a 100. epizódban, az álomszegmensben mi láttunk, hiszen itt végre Dinah és Oliver összeházasodnak. Ott volt Fehér Kanári, akivel nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de nekem ő mindig is a legkevésbé szimpatikusabb figurám volt. Egyszerűen csak ki nem állhatom, részben a színésznője miatt, aki nagyjából az az Alex kategória Supergirlben, szóval nem az az igazi tehetség, nem az, akire felnéz az ember, vagy akit nagyon szeret nézni, és franc tudja miért, de ő dominál minden történetben, és ez engem bosszant. Szóval látni azt, hogy milyen élet is lehetett volna Olivernek abban az esetben, hogyha nem történik meg az a hajóbaleset, és nem kerül a szigetre, és nem válik belőle egy szuperhős, aki ijászkodik össze-vissza, akkor szerintem egy rendkívül izgalmas élete lehetett volna, sőt, szerintem még akkor is izgalmas élete lehetett volna, hogyha mindaz, amit ebben az álomszegmensben láttunk, megtörténik, és mellette még belőle lesz Zöldiász.
Ugye? A holnap legendái nagyon-nagyon flashy Supergirl közti, félúton elhelyezkedő, könnyedebb hangvételű, vidám, tónusú, nagyon-nagyon szórakoztató történet, amit itt sikerült kidomborítaniuk, köszönhetően annak, hogy San Francisco és Felicity együtt gíkeskedték végig ezt az epizódot, és együtt csaltak mosolyt az arcunkra, ami szerintem fantasztikus volt, és hogyha hozzátesszük azt is, hogy ott volt nekünk még Heatwave is, akinek a humora teljesen más, teljesen jól kiegyensúlyozza egymást, és azt hiszem talán ennek az egész crossover eseménynek ez volt a legfontosabb része, hogy ezek a karakterek hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan válnak együtt hősökké, és hogyan tudják ellensúlyozni egymás jelenlétét, hiszen ha belegondolunk, akkor ez a crossover esemény összességében az Arrownak a 100. részét volt hivatott megünnepelni, miközben azért ennél egy kicsivel többről volt szó, viszont mégis pontosan ez az esemény miatt a Zöld Ijász világának szereplői, akár csak Fehér Kanárira gondolunk, akár Oliver Queenre, ők valahogy végig dominálták ezt az epizódot, ami számomra azért volt egy kicsit furcsa, mert a csapat mégiscsak Barry Allen választotta meg csapatkapitányának. Emellett viszont, ami még nagyon érdekes volt, az szerintem mindenféleképpen azok a dolgok, amiket megtudtunk a Flashpointról, illetve azok a dolgok, amiket láttunk, hogy tulajdonképpen nem Barry az egyetlen, aki képes megváltoztatni a múltat annak érdekében, hogy a jelenjük jobb legyen, vagy más legyen, hanem erre mások is képesek, és ha belegondolunk, akkor korábban is már voltak olyan példák, hogy Fehér Kanárit is visszahozták a halálból, Tiát is visszahozták a halálból. Úgy Isten igazából nem Barry Allen az egyetlen, aki képes ilyen dolgokat elkövetni, és mégis az ő tetteinek a hatása a legsúlyosabb, és míg a többiek képesek megbirkózni a tetteiknek a következményeivel, addig Barry Allen nem, mert ő egyszerűen nem ilyen fazon. És nekem pontosan ezért ő a kedvenc DC TV univerzumos szuperhősöm. Azt hiszem az írásra nem is tudnék többet elmondani, mint hogy szerintem minden részben fantasztikus volt. Minden részben az aktuális sorozatnak a hősei domináltak, és valahogy ők álltak elő a megoldáshoz közelebb vezető történettel, illetve ötlettel, ami szerintem megint csak fantasztikusan aknáztak ki. Ugyanúgy, mint hogy a karakterek berejlő lehetőséget, még akkor is, hogyha nem feltétlenül voltam elégedett minden téren azáltal, hogy mondjuk vesztéket teljesen kivonták a crossovernek a többi részéből, illetve voltak olyan szereplők, akik teljes egészében kivontak a történetből, illetve ami még nem tetszett, az, hogy Supergirlt mennyire háttérbe szorította Oliver, amit megértek, egyetértek vele, de közben mégis ez egy olyan crossover, ahol szerintem létjogosultsága lehetett volna a karakternek arra, hogy előtérbe kerüljön, hogy egy kicsit fontosabb szerephez jusson, és ezzel szemben néha az volt az érzésem, hogy ő igazából csak dísznek van, csak azért, hogy elmondhassák, hogy most minden egy sorozatunk találkozott. Én pontosan emiatt nem éreztem benne azt az erőt, hogy létjogosult lenne a karakter arra, hogy szerepeljen ebben a crossoverben, miközben szerintem ő minden téren úgy járult hozzá, mint ahogy a saját sorozatához képtelen. És ez szerintem rendkívül izgalmas dolog, és emiatt rendkívül élvezetes volt nézni Supergirlnek az összes jelenetét. Nos, azt hiszem ennyi mondani valóm volt a DC crossover hetéről. Ha ennél részletesebb véleményeimre vagy kíváncsi, akkor azt mindenféleképpen elolvashatod, lent az infoboxban megtalálod a linket, illetve ajánlom a BMW-t, amiben fél órán keresztül beszéltem arról, hogy miért is volt annyira zseniális, meghatározó és életem egyik legjobb tévés élménye a DC crossover hét. Na és ti hogy láttátok? Nektek mi a véleményetek? Ki volt a kedvenc hősötök? Ki volt az, aki szerintetek túlzottan háttérbe szorítottak? És mi volt az a momentuma ennek az egész crossover eseménynek, ami számotokra leginkább bejött és ami a legkevésbé tetszett? És nektek vajon melyik sorozathoz hozta meg ez a crossover a kedveteket, hogyha még nem néztétek? Találkozunk legközelebb, addig is popkultúrában gazdag hetet kívánok!